Köszöntöm a Jász Trió Televízió minden kedves nézőjét, jászfényszarúi magazinunkat látják. 1848. március 15-e aranyoldala a magyarok történelem könyvében. Jászfényszarú méltó módon emlékezett meg a 168 évvel ezelőtti eseményekről. A város vezetői és a helyi civil szervezetek koszorúkat helyeztek el a Petőfi szobornál, majd a művelődési házban folytatódott az ünnepi műsor. Március 15-én a szabadságot áhító és számunkra kiharcoló őseinkre emlékezünk. Az összetartozást, amit a magyar hazának úgy kellett megtanulnia, hogy állandó kihívásokat görgetett elé a történelem sorskereke. Ilyen pillanat volt, amikor a március ifjak kiengedték a mentéik alatt rejtegzett szikrát a nyugatról érkező forradalmi szélben, mely ettől igazi erőre kapott. A magyar szabadság, mely ekkor már karnyújtásnyi közelségbe került, sok huszár szabját forgató kar kellett hozzá, és sok, addig kimondatlan szó. Jogot a népnek, az emberiség nagy szent nevében adjatok jogot, s a hon nevében egyszer s mint összedől, hogyha nem nyer új védoszlopot. Az alkotmány rózsája a tiétek, töviseit a nép közé vetétek. Ide a rózsa néhány levelét, és vegyétek vissza a tövis felét. Még kér a nép. Petőfi Sándor sorai nyitották Jászfényszarún a városi megemlékezést, melyet Cibolya Zoltán szavalt el a megemlékező városlakóknak. Az időjárás ebben az évben sem kímélte nemzeti ünnepünket. Eső áztatta a kokárdákat és a megemlékezés koszorúit. A város vezetői és a helyi civil szervezetek koszorúkat helyeztek el a Petőfi szobornál, majd a művelődési házban folytatódott az ünnepi műsor. Március 15-e több, mint kokárda. Több, mint a nemzeti dal. Március 15-e ünnep. Egy nap, amikor a köznapi idő megáll. Felidézzük a múltat és azokat, akik vérüket adták a hazáért, a nemzetért. Lajkó Anita ünnepi beszédében felidézte, mi mindent harcoltak ki elődeink 1848-ban. Ez a nap több mint piros betűs ünnep. Március 15-ének köszönhetjük gyönyörű himnuszunkat, zászlunk piros-fehér-zöld színének véglegesítését, hogy országunk fővárosa Pozsony helyett Budapest lett, a hivatalos nyelv pedig latin helyett magyar. Történelmi kitekintő után az Iglice Gyermek Néptánc Együttes egy lélekemelő műsorban tárta a nézők elé az 1848-49-es eseményeket. Péter Szilárd és Havrán Bettina koreográfiája hűen tükrözte, mennyi mindent el lehet mesélni tánccal. Küzdelmet, szabadságot, vagy akár forradalmat. Jászfényszarú méltó módon emlékezett meg a 168 évvel ezelőtti eseményekről. Arról, hogy a 19. század végén a magyar nemzet nem először és nem is utoljára megmutatta a világnak, hogy mennyire ragaszkodik a szabadságához. Ismét Samsung fizika versenyen mérettettek meg a térségi diákok.
etióp kiállítás nyílt meg a művelődési házban, és újra online a jttv.hu, a Jastrio TV megújult hírportálja. Rövid híreink következnek. A Samsung ZRT felelős nagyvállalatként hivatásának tekinti az oktatás támogatását, fejlesztését. Ezt bizonyítva idén márciusban ismét megrendezte a Samsung Fizika és Elektronika versenyt a térség középiskolásai számára. A Samsung Electronics Magyar ZRT az idei évben negyedik alkalommal rendezte meg a tanulmányi versenyét. Az eddig megszokottakhoz képest egy kicsit eltért, hiszen idén már nem csak fizikából és elektronikából, hanem matematika tantárgyból is megrendezésre került ez a verseny. A három tantárgyból összesen több mint 200 nevezés érkezett be, összesen több mint 13 intézményből, amely főként a környező települések középiskoláit érinti, Gyöngyös, 60, Jászberény, valamint elektronika tárgyból Szolnok is képviselteti magát. A versenyen minden döntőbe jutott diák egy-egy ajándékcsomagot vehet majd át, továbbá az első három helyezett egy 28, egy 32 és egy 40 colos televízióval lesz gazdagabb. Március 4-én egyedülálló kiállítás nyílt meg Jászfényszaron a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A tárlat az etióp kereszténységet és kultúrát tárja a látogatói elé. Az etióp kereszténységről és kultúráról szól, itt főleg ilyen az etióp kereszténységgel kapcsolatos tárgyakat láthatok, keresztek, ilyen makettek, képeket, de lehet látni itt ilyen törzsi használati tárgyakat is. Ezek olyan törzsek, akik szinte teljesen a többi kultúrától függetlenül fejlődtek ki. Az etióp kereszténység és kultúra egyébként is, miután az iszlám elvágta az országot az európai kereszténységtől, teljesen különlegesen is egyedien fejlődött, és ezeknek a darabjait lehet most itt látni. A kiállítást a húsvéti felkészülés idejében nyitotta meg Kis Gábor esperes plébános érseki tanácsos. A tárlat április 10-éig látogatható a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Újra online a Jastrio TV weboldala a jttv.hu. Hírportálunkon látogatóbarát új külsővel és a jásság híreivel várjuk olvasóinkat. Új webes felületünkön újra elérhetőek műsoraink, szerkesztett híreink és online adásunk. A jttv.hu-n műsorújság, archívum és keresés könnyíti meg a hírböngészést. Jastrio TV. A jásság közelebbről. Március 7-én mutatták be Szabó Krisztina énekművész Mit ér egy hang című albumát. A lemez kiadását a Fényszaruljak Baráti Egyesülete támogatta. A Fényszaruljak Baráti Egyesülete március 7-én ismét egy mérföldkőhöz érkezett. Több mint két évtized alatt emléktáblát és emlékművet avattak, könyvet és emlékérmet adtak ki, idén pedig egy CD-t mutattak be a nagyközönség előtt. Ismét egy mérföldkőhöz érkezett. Szabó Krisztina karrierjét végig kísérte Jászfényszaru. Először a Városavatón lépett fel 1993. április 2-án, majd egy év elteltével az első Fébeválon. 1994-ben már az első Fébeválon fellépett, tehát a 23 Fébevál közül 20-an énekelt, de ezen kívül az Egyesület különböző rendezvényein, emlékművek, emléktáblák avatásakor és különböző városi rendezvényeken is, így a 20 éves a város nagy rendezvényen is a város vendégeként énekelt. Tehát több mint 20 év, azaz 22 év, közel 23 éves már az a kapcsolat, ami Krisztinával a város, és hát mint az elszármazottak a tömörítő Fényszaruljak Baráti Egyesülettel fönt áll. Tibor egyesületi elnöknek volt az ötlete, hogy meglepjen engem méghozzá születésnapomra,
de aztán rájöttek a barátaimmal együtt és a családtagjaimmal együtt, hogy ez nélkülem nem jöhet létre. Úgyhogy elkezdődtek a stúdió munkálatok és a grafikai munkálatok, és minden egyes tevékenység, ami egy lemezkiadáshoz szükségeltették. És hogy milyen dalok vannak rajta? Hát nagyon vegyes felvágott, mert amilyen sokszínű én is vagyok, úgy gondolom, szerettem volna ezt a sokszínűséget bemutatni, hogy mindenki kedvére találhasson, és örömére találhasson belőle dalokat. Krisztinának gyakorlatilag önálló albuma eddig nem volt. Több CD-n szerepel, többek között a Muzsikáért Alapítvány 90-es évek végén és a 2000-es évek elején kiadott CD-n is 2-3 számmal szerepel, azonban ezeket a kazettákat már megvásárolni nem lehet, és úgy gondoltuk, hogy így a pálya derekán egy CD-albummal lepjük meg. Természetesen a kezdeményezés, a kiadó, a Fényszorak Baráti Egyesülete és sponzorok, támogatóknak a anyagi támogatásával valósulhat meg ez a CD-nek a kiadása. Összeállítani mindig stresszes feladat. Tehát, egy szülés tulajdonképpen, az ember sok éves munkáját próbálja összerendezni. Hát stresszes. Én nagyon stresszeltem, és főleg azért, mert párhuzamosan pedagógus portfóliót írtam, úgyhogy ez a két munkálat, ez így összefolyt. Mit gondolsz most, milyen lett, hogy elkészült, és milyen érzés most itt állni, ahol bemutatják Jászfényszaron a lemezt? Hát Jászfényszaron egy fantasztikus hely, a polgármesterével, Győriné Ceglédi Mártival az élen, és a kultúra nagykövetével, Tóth Tiborral, és minden egyes lakójával együtt fantasztikus. Szabó Krisztina Mit ér egy hang című lemeze egyaránt tartalmaz könnyű és komoly zenei dalokat. Minden korosztály megtalálja rajta a hozzá közel álló számot. Én úgy gondolom, hogy a lemez sokszínű és rendkívül igényes válogatás Mit ér egy hang címet viseli. Ave Mária könnyűzenei változatával, mely Wolf Péter szerzeménye, és a Bach-féle változattal fejeződik be. A könnyű műfej felől a operáig, és egy bónusz is található a lemezen, Mozart C-moll miséjéből egy ráadás összesen 20 számot tartalmaz, ebben megtalálható musical, operett és, mint mondtam, filmzene és opera is. Ez volt az első lemez bemutató a Fébe életében, de mint megtudtuk, nem az utolsó. Az Egyesület a jövőben Ézsiás László gyengénlátó költő és előadó művész verses CD albumát fogja elkészíteni. Március 12-én szombaton jótékonysági koncertre várták Jászfényszaru lakosságát. Pop és musical dalok csendültek fel Tóth Viktória és zenésztársai előadásában. Sok öröm a múltban, jelenben, nagy remény a jövőben. Ez volt a mottója a március 12-i jótékonysági estnek, melyet Jászfényszaron a Petőfi Sándor Művelődési Házban rendeztek meg.
Az idézett sorok az est házigazdáját és tehetséges énekesét, Tóth Viktóriát jellemzik. Az elmúlt 8 évben Viktória a különböző művészeti versenyeken, vetélkedőken 10 első díjat, külön díjat, több mint 40 oklevelet és elismerést szerzett. A 2014-es Para Superstar vetélkedő döntőjében ének kategóriában második helyezést ért el. Jelenleg a Vienna Konzervatórium Budapest oktatási intézményben tanul, és tulajdonképpen ezt a jótékonysági rendezvényt azért szerveztük, hogy támogassuk az ottani tanulmányait. Azt mondják, a sors egyik kezével ad, míg a másikkal elvesz. Viktóriát elképesztő énekhanggal áldotta meg, viszont látása súlyosan megsérült. Ez nap mint nap komoly kihívást jelent számára, mind a tanulmányaiban, mind a magánéletében. Kislány, akivel csinálták a műsor, ő nagyon, nagyon erősen gyengén látó, és egyébként meg hatalmas tehetség. És akkor én már több éve finanszírozom is, meg kalauzolom is, meg menedzselem is, amelyik szó jó rá, és akkor úgy voltam vele, hogy akkor próbáljunk tájolni egy kicsit, hogy több felé is megismerjék, meg a kis társaságát, mert ez meg a Szabó Krisztinek művésznek, akinek volt itt a CD bemutatója, az annak a tanítványai. Menyhátné Jutkai már több esztendeje segíti Viktóriát, úgy a karrierjében, mint a tanulmányaiban. A fiatal tehetség rendszeres fellépője a 60-i kulturális esteknek. Éve tanulok énekelni, de igazából körülbelül 12 éve foglalkozom már az énekléssel. Hát általános iskolában jött ez a dolog, egy napközis tanárnőmtől ihletett. Beléptem a kórusába, ő vitt mindenfelé, szóló éneket is kaptam, és így ő tanácsolt, hogy menjek zeneiskolába. Akkor kerültem a 60-i Kocsis Albert zeneiskolába, és az utolsó két évemet pedig már Szabó Krisztina növendékeként végeztem. Ami megtörtént ezen az őszön, azt nem felejthetjük el. Minden percét a szívemben összön, és titkolom, hogyha kell. Még az arcod láthatom én, még a kezed nyújtott felé. Ez a hosszú még az enyém. Engem a zene megnyugtat, az érzelmeimet ki tudom adni, levezetem a feszültséget, és ki tudom fejezni magam, a lelki állapotomat, és szeretem azt, hogyha az embereknek ez örömöt okoz, hogyha én énekelek, és mosolyognak, és boldog, és tetszik nekik, és ez nekem is nagyon jó érzés. A jótékonysági est teljes bevételét Viktória tanulmányaira fordítják. A tandíj évente 500 000 forint, melyet a fiatal lány családja nem tudna finanszírozni. 500 000 forint egy-egy év. És azt szedtük össze már eddig, és most meg már kezdjük gyűjteni, hogy majd szeptemberben, amikor ismét indulnak, hogy meglegyen, mert tavaly kutyafuttából lihegve sikerült összeszedni, hogy biztos, hogy tudja csinálni, mert szülei, tehát nincs. Anyja van komoly depresszióval, de úgyhogy más nincs. Viktória személyiségét és zenéhez való pozitív hozzáállását mi sem jelzi jobban annál, hogy diáktársai és barátai közös erővel segítenek neki, tanulmányaiban és a magánéletben is. Viktóriával az általános iskolából ismerjük egymást, és ugye Krisztinával való énekóráinkon. Egy nagyon emberközeli, barátságos, empatikus ember, aki tényleg
úgy foglalkozik a zenével, ahogy érdemes. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy nem az a lényeg, hogy valakit nagyon dicsérjenek azért, amit tesz, hanem azt lássa, hogy az, amit csinál, annak van értelme, és kivált az emberekből érzelmeket. Ő ezt maximálisan el tudja érni, eddig még egyszer sem csalódtam benne, úgyhogy maximálisan szakmailag és emberileg is értékelni tudom. Az egész estés jótékonysági koncerten komoly zenei darabok, pop, népzene és musical dalok csendültek fel, olykor magyar, olykor francia nyelven. A közönség vastapsa jutalmazta a tehetséges előadókat, akik kellemes hangulatot varázsoltak szombat este a Petőfi Sándor Művelődési Ház előadó termébe. Egy különleges tárlat nyílt március 16-án a régi kaszinó étteremben. A kiállítás Szente Szabó Ákos grafikus és festőművész közel 30 alkotását tartalmazza. Jáger János és Peredini Cibolya Éva zenei blokkja nyitotta meg március 16-án Szente Szabó Ákos kiállítását a régi kaszinó étteremben. A művész barátja és alkotótársa Bugyi István méltatta. Ki merem jelenteni, hogy Ákosnak nincsenek korlátai, sem technikailag, sem térben, de még időben sem, hiszen ha megerőlteti magát, képes teleportálni is. Persze, ezt csak képletesen értem. Mesterén rajzol, metsz, karcol, borzol. Festészetben is tetten érhető vértezettsége. Az akvarell, a tempera, az akril, az olajfesték, az olaj vagy porpaszter mind-mind sajátjának tekinthető. Jelen kiállításon is festményeiből látunk egy válogatást. Szente Szabó Ákos, a szolnoki művészeti élet egyik fontos alakja. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Szolnoki Képzőművészeti Társaságnak, illetve a Jászfényszorúi Művészteleknek. Számos egyéni és csoportos kiállítást tudhat maga mögött, hazánkban s határon túl is. Szente Szabó Ákos Jászfényszaron 2 esztendővel ezelőtt mutatkozott be, akkor a helyi művésztelep egyik alkotójaként. Jászfényszarúra pedig úgy kerültem, hogy Bugyi István grafikus művész barátom és Egerben volt tanárkollégám meghívott ide kiállítani. A hely természetesen nem volt új nekem, mert már 2 alkalommal volt lehetőségem részt venni itt a nyaranta megrendezett művésztelepen vagy alkotótáborban. A sziklák alatt szavak vannak. Ezt a címet viseli a kiállítás, mely közel 30 festménytár a nézők elé. Az anyag körülbelül 20-30 munkát tartalmaz. Ezek között vannak kifejezetten kicsi, tehát ilyen 30x30, 40x40 cm méretűek, de vannak közel 2,5 méteresek is. Tehát ilyen szempontból nagyon vegyes az anyag, technika szempontjából szintúgy. Zömmel olajképeket láthatnak az ide látogatók, de vannak itt pasztellek, akvarellek, illetve van egyedi grafika is. Művészetemben meghatározó az tulajdonképpen a rendnek az állandó keresése, a renddel való folyamatos szembesülés és önmagam, illetve a világ minden résztvevője helyének a keresése ebben a rendben. És ezért van aztán az, hogy egy ilyen cím mögé bemertem hívni olyan munkákat, amik részben tájképek, részben portrék, részben test, vagy kéz, vagy arcrészletek, mert hát a sziklák alatt szavak vannak. Szente Szabó Ákos gondolatébresztő kiállítása április 17-éig tekinthető meg Jászfényszaron a régi kaszinó étteremben. Műsorunk végén nézzünk ma is néhány programajánlót.
A Fényszarói Lóbarát Egyesület játékos feladatokkal várja a gyermekeket és szüleiket március 27-én, azaz húsvét vasárnapján. Helyszín az Álmos úti lucernás. Lesz tojáskeresés, nyuszi simogató, kötélhúzás és még számos más ügyességi játék. A Petőfi Bérlet utolsó előadása a Fortuna Együttes új darabjának bemutatójával zárul. Eddig szokatlan vállalkozásba fogott a csapat, kortársíró Tasnádi István Finító című darabját mutatják be április 9-én 18 órakor a Petőfi Sándor művelődési házban. A napjainkban játszódó verses tragikomédia, melyet profi színházak is műsorra tűztek, egy egyszerű munkanélküli hentes és környezete életébe ad bepillantást, melyet a groteszk módon megjelenő média irányít. Jegyek 1000 és 1500 forintos áron kaphatóak a közönségszervezőknél, illetve a művelődési házban. Ha jó helyet szeretne, már most vegye meg a belépőjét, hogy ne maradjon le a Fortuna Együttes különleges bemutatójáról, egy nagyszerű vígjátékról. Jász Fényszarói magazinunk ezzel már a véget ért. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!